Ez a játékcsodák. Játékcsodák! Tarts velünk! Egy tavaszi napon a kisbarátaink, Maci, Mókuska, Kutyó és Papagáj úgy döntöttek, hogy építenek egy jó kis bunkert. Azt is kitalálták, mi kell hozzá. Sietősen indultak két hatalmas párnáért, és egy takarót is kerestek. Mikor a párnákat nagy nehezen a helyükre rakták, Papagáj is megérkezett csőrében a takaróval. Azt is a helyére tették. Nézd, milyen szuper lett! Nincs is jobb hely egy bunkinál! Lehet benne jókat játszani, például labdázni. Vagy társasozni. Beszélgetni titkosan, és mesét olvasni is. Így játszadoztak nagy boldogan a bunkerben, és amikor egy mesekönyvből olvastak éppen, furcsa dologra lettek figyelmesek. Először is a szoba tel is tele lett pillangókkal. Ezen nagyon meglepődtek. Papagáj volt a legbátrabb. Előre is ment és megnézte, mi a csuda folyik itt. Aztán elmondta a többieknek is, hogy mit látott. Bátortalanul kimerészkedtek mindannyian. Maci alig hitt a szemének. Kutyó sem értette, hogy lehetséges ez. Mókuska pedig fel is mászott a bunki tetejére, hogy jól szemügyre vegye a dolgot. Tátott szájjal bámulták a csodás pillangókat. Valami érdekes csilingelést hallottak. Egy kicsit meg is ijedtek. S végül úgy döntöttek, jobb, ha mind elbújnak. Szegény papagáj alig talált helyet magának. És annyira megijedt, hogy jobbnak látta, ha Maci mellé rejtőzik. Két repülő valami ereszkedett le a magasból. A többiek moccanni sem mertek. A két repülő lény azonban felfedte magát, s lám, kik voltak ők? Bizony, két gyönyörű tündér volt az. Ámulva nézték őket. De mielőtt bármi is történhetett volna, a két tündérke álomport hintett rájuk. Minden kisbarátunk álomba szenderült. És mielőtt felébredtek volna,
egy csodás ajándékot varázsoltak eléjük, majd óvatosan felébresztették őket. Nagyot nyújtóztak, s képzeld, már nem is féltek. A tündérkék szépen bemutatkoztak, és elmondták, hogy ezentúl mindig itt lesznek, hogy segítsenek nekik. S hogy mi volt az ajándék? Egy varázscsengettyű, amivel bármikor segítségül hívhatják a tündéreket, ha netán bajba kerülnének. Illedelmesen elköszöntek, és hús, el is röppentek. Hát így lett a mi játékcsodás barátainknak újabb két igazán jó barátja, játszótársa, védelmezője. Kíváncsi vagy rá, hogy telnek a napjaik? Akkor legközelebb elmesélem. Tarts velem! Szia-szia! Iratkozz fel a Játékcsodák csatornára, és nézd meg a többi mesét is! Játékcsodák!